Jó napot kívánok, köszöntök mindenkit! A 15. kerületi önkormányzat szeptember 16-a és 22-e között immár 7. alkalommal rendezi meg a mobilitási hetet, és ennek befejezéseként az autómentes napot. A mai napon hangversennyel, 19-én sportbemutatókkal, versenyekkel és koncertekkel, majd 22-én kerékpáros felvonulással várják önöket. Szekszárd büszke borkultúrájára, nem véletlen tehát, hogy szüreti hagyományaira minden évben megemlékezik. Idén szeptember 17-e és 20-a között várja önöket a szekszárdi szüreti napok programsorozata, zenével, tánccal, borral, tájjellegű szüreti étkekkel, irodalmi előadásokkal és koncertekkel. Szeptember 19-én tartják a Tulipán országos szlovák folklór találkozót Kistarcsán. A rendezvényen találkozhatnak majd magyarországi nemzeti és nemzetiségi kisebbség folklór műsoraival. Bemutatkoznak majd a zenészek, énekesek és táncosok. Országos sajtverseny és sajtünnep várja önöket szeptember 19-én szombaton délelőtt 10 órától Vitnyéden a Cigánytónál és környékén. Lesznek sajtkóstolók, kulturális programok, kipróbálhatják majd a tehívó versenyt, este pedig tűzijátékot és bált rendeznek. Süssünk Görhöny címmel krumpli fesztivált rendeznek Kistarcsán szeptember 19-én. A görhöny egyébként a nyersen lereszelt krumpliból egyszerűen, de igen változatosan elkészíthető étel, amit tócsné, lapcsánka és még számos más néven szinte mindenki ismer. A rendezvényen az incsiklandó kóstolók mellett színes programokkal várnak mindenkit. Szeptember 19-én és 20-án Sárospatakon rendezik meg a Máté napi asszonynepet. Szombaton a Vízikapu szabadtéri színpadon a hagyományos borversenyen Tokajhegyaljai bortermelők minősítik boraikat, este pedig utcabál tartanak. A vasárnap pedig zenés istentisztelettel indul, ahol közreműködik a debreceni Kodály kórus. És mutatom újra a programokat. Bővebb információt a Turinform irodákban, vagy az itthon.hu weboldalon találhatnak. Az üdülési csekkeket továbbra is használják. Köszönöm, hogy velem tartottak, legyen szép napjuk, viszontlátásra! Itthon láss csodát! Kulturális turizmus éve 2009.